Rónaszéki Balázs, 61 éves, villamosmérnök. Feleségével együtt 7 gyermeket neveltek fel, sok áldozatot hozva a családjuk megélhetéséért. Nyugodtsága, rendkívüli munkabírása és humora mellett minden szavával adott valamit, amiből tanulni lehet. Fiai számára az erő megtestesítője nem csak fizikai, hanem lelki értelemben is. Élete nehézségei folyamán képviselt higgadtsága, erős hite a mai napig kíséri gyermekeit példaként. Gyermekeiket maximális odafigyeléssel nevelték, mindig meghallgatva őket. Feleségét, akivel 38. éve házasok, odaadó tisztelettel szereti. Bölcs humorával a legnehezebb helyzeteket is képes meglágyítani, kisugárzása megmelengeti az őt körülvevő családtagok, köztük az egyre gyarapodó számú unokák szívét is. Türelem, higgadtság, odafigyelés, példamutatás, kitartás és hűség, segítőkészség, humor, sárm és hit. Így foglalja össze egyik fia édesapjától útravalóul kapott értékeit. Rónaszéki Balázs, a 2020-as év Gránit Oroszlán példakép díjas a apa kategóriába. Az elején megkérdezem, milyen érzés, hogy jelölték a gyermekei apa kategóriába? Hát ez számomra meglepő érzés volt. Úgyhogy amikor megkaptam a üzenetet önöktől, hogy kaptam egy jelölést. Semmit se tudott róla előtte? Nem tudtam előtte semmit róla. Sőt, ráadásul, hogy ketten is jelöltek a gyermekeim közül. Így rácsodálkoztam. Aztán kérdeztem, hogy most mit csináltok ti? Hát azt mondták, hogy beadtak egy jelölést. Aztán, hogy ebből még lesz is valami, azt elképzelni sem tudtam. 7 gyermek apja. Igen. Mit hozott otthonról? Tehát én arra vagyok kíváncsi most, hogy ez az apaság ugye mire alapozódik, mire támaszkodik, hogyan érett meg. Az elején milyen volt, közben milyen. Sokat kérdezek azért, hogy közben tudjunk azért kalandozni, de mégiscsak arra az emberre épült, aki még fiatal volt, hogy fiatalon már mi volt az a gyökér, amit még otthonról hozott, apait, anyait? Hát az egyik érdekes dolog, hogy én ajándék voltam, amikor megszülettem. Mégpedig a nagyapám 60. születésnapi ajándéka, és a családban 4. születtem. Egyébként pont amikor beszélgetünk, a mai napon van, most már 61 éve, hogy megszülettem. Születésnapja van? Így van. Isten éltesse sokáig, valami miatt ez így alakult. Így. Úgyhogy, tehát a ajándéknak születtem, ugye egy 8 gyermekes családnak a majdnem a középső, tehát 4. gyermekeként, és olyan szerencsés, hogy nekem volt 2 bátyám, egy nővérem, 2 öcsém, meg 2 húgom. Tehát egy abszolút egy olyan környezetben, és így nőttem föl, és amikor megismerkedtem a feleségemmel, ő meg egy 5 gyermekes, 5 lányos családból származik. És amikor összekötöttük az életünket, és a első gyermekünk megszületett, ugye ezzel válik apává az ember. Emlékszem, hogy hát akkor még nem tudtuk előre, hogy kisfiú vagy kislány lesz, mert ez akkoriban még nem volt annyira publikus. És Petőfinek a Fiam születésére című verse mozgott bennem, hogy ide fiamat kezembe, hadd szorítsam a szívemhez őt, mintha volnék újonnan teremtve, hogy életemnek ifjú lombja nőtt. És aztán természetesen kiderült, hogy kislány lett az első kisfiú, de aztán sorba jöttek, és akkor végül... De az apai érzés ezzel indult. Nyílt meg. Ezzel nyílt meg. És hogy emlékszik erre? Körülbelül 8 órás volt a újszülött, amikor lehetőségem nyílt arra, hogy bemenjek és fotót készítsek róla. És én sose készítettem saját magam, úgyhogy előhívtam. Ez egy unokatestvéreimhez mentem el, a elkészített fotóval, és ott a laborba segítettek, és akkor egy 8 órás kép volt az első újszülöttről. És akkor ez annyira boldog voltam, hogy ezt aztán vittem mindenkinek. Mutattam, hogy hát megvan az első szület, és büszkén tényleg egy nem jól sikerült kép, nem igazán, de annyira, tehát átélte az ember ezt az érzést, hogy apa lett. Hogy mit jelent, az fogalmam nem volt még,
csak büszkeség. Valahogy úgy egy nagy lépés volt az ember életében. És ezt tervezték akkor, tehát hogy ez, ugye inkább azt kérdezem, hogy nagy családot terveztek eleve, vagy pedig magától jött ez a dolog, hogy így természetes volt, hogy két nagy családos állt össze, de egyébként ugye más, vannak olyanok is, akik egykék és mégis nagy családjuk lesz, tehát hogy, igen. És vannak akik nagy családosok és mégis kevés, hogy ez önöknél hogy alakult? Hát mi ugye mind a ketten nagy családban nőttünk fel, és ez a példa, tehát jó érzés volt nagy családban fölnőni. És azt mondhatom, hogy ez nem terveztük külön, de természetes volt. Tehát ugye amikor összeházasodtunk, ott az ember azt fogadja meg, ugye amellett, hogy egymást szeretik a házastársak, hogy elfogadják azokat a gyermekeket, amivel a Jóisten meg ajándékozza őket. Tehát ajándékként, és erre mi abszolút nyitottak voltunk. Tehát nem erőltettük, nem tettünk ellene, hanem nyitottan egymás szeretéséből, ha kaptunk ajándékot, azt mindig elfogadtuk. Otthonról mit hozott? Tehát az apai apasága, az a felmenőiből is táplálkozik, vagy jó vagy rossz mintát hozott, ugye, mert van olyan is, hogy a valaki ellen akar állni, hogy pont olyan nem akar lenni, vagy olyan akar lenni. Mik azok, amiket otthonról, az apaiból, anyaiból hozott egyértelműen, és mi az, amit később tanult meg? Mert mindenki tanul. Igen. Hát nálunk úgy volt, édesapám 11 éves volt, amikor az ő édesapja meghalt. Tehát ő... Tehát az a nagypapa, akinek igen, az a születésnapjára nem, született? Nem, ez az apai anyai nagyapám, aki a Rónaszéki nevet tulajdonképpen adta nekünk, mert ő Rónaszéken született. És amikor nevet kellett változtatni, mert német hangzású neve volt, ezért Rónaszékire változtatta. És tehát az édesapám 11 éves volt, amikor az ő édesapja meghalt, és így ők négyen nevelődtek fölfélárván. Tehát ő neki az apakép legfeljebb ebben a 11 évben jelent meg. Ő viszont egy nagyon ambiciózus orvos lett később, orvosember volt, aki szintén egy nagy családot alapított, 80 születtünk egymás után, Kiskörösön éltünk, és ott egy megbecsült körzeti orvos volt, utána belgyógyász, majd reumatológus szakorvos. Tehát ő tőle azt a fajta hozzáállást tekintettem példának, hogy az emberekhez hozzááll. Tehát ő nem csak a betegséget nézte, hanem általában a betegeknek a családi helyzetét, a lelki gondjait, tehát nem abból állt a gyógyító tevékenysége, hogy fölírta a pirulát, hanem meghallgatta, elbeszélgetett a betegekkel, és ebből kifolyólag lelkileg is sokat tudott nekik adni. Hogy önmagukat gyógyítsák. Hogy önmagukat is gyógyítsák, meg megoldódjanak a problémák. Tehát ezt a példát láttam benne, és ez az, ami itt így valahogy velém égett. A édesanyám, ő otthon volt sokáig, illetve hát amíg föl nem nevelődtünk a legkisebb testvérei. 89 év alatt születtünk, és utána, mikor a legkisebb testvérem is elkerült otthonról, mert gimnáziumba a fiúk Pannonhalmára, a lányok a patrónába jártak Budapesten, és akkor viszont ő visszament tanítani. De mivel abban a rendszerben nem mehetett vissza, mint vallásos ember iskolába tanítani, ezért a cigánypastorációba cigány gyerekekkel foglalkozott, és őket segítette, korepetálta, és az ők főzárkóztatásában segített sokat. Úgyhogy ez a példa megint csak az, hogy az emberekkel való foglalkozás, és
ez a másokért való élés, ez jelent meg nekem így példaként. De apává, ugye az ember nem a szülei, hanem a felesége kapcsán válik, mert ő az, aki megajándékozza végül is a gyermekekkel. És valahogy a szüleimnél is azt láttam, hogy ők egy egységet képviselnek. Tehát, mint hogy az ember is egységben férfi és nő, és így együtt ember, és így együtt Istennek a képmása, tehát így a feleségemmel együtt mi is úgy érzem, hogy együtt alkotunk egy egységet. Tehát igaz, hogy van apa meg anya, de valahogy inkább azt mondom, hogy szülők vannak. Tehát a szülői egység az ma nehezen bontható szét apai meg anyai ágra szerintem, vagy anyai feladatokra. Olyan fele féleségek. Igen, igen. Tehát a feleség meg a férje, vagy férj, tehát ugye ez a kettő együtt alkotja az egészet, de mivel ma már azért más feladatkörök vannak, és mindenkiben van mind a két oldalról, tehát női, férfi, hogy fogalmazzam pontosan, tehát olyan tulajdonságok, vagy olyan, tehát nem választhatók annyira szét a feladatkörök, de a lényeg az, hogy egy ilyen pár, az valahogy egységet tudjon alkotni. És hogyha valamelyik egy kicsit több, akkor a másiknak kicsit kevesebbnek kell lenni. Vagy ha egy kicsit kevesebb, akkor a másiknak kell kiegészítenie arra, hogy az egység az mindig meglegyen. Ezt állandóan keresni kell, és akkor meg is, aki keres, az talál ugye feladatot, lehetőséget. Azt mondja, a jelölésének ugye a gyermekei által, amiket írtak önről, mindig megjelenik, hogy az erő megtestesítője. Ugye itt azért hangsúlyozzák, hogy ez egy nyugodt, teremtő erő. Tehát ugye nem, ezt ön hogy látja, hogy milyen erőt képvisel Rónaszéki Balázs? Hát ez jó kérdés. Lehet, hogy a gyermekeim valóban így látják, és ez jó, hogyha így látják. Én magam ugye csak az, a feleségemmel való egységben érzem magam erősnek. Tehát önmagamban nem vagyok erős. De együtt erősek vagyunk. És az, hogy ők mit értettek ez alatt? Jó, olyan a munkám, amivel, mit tudom én, tényleg súlyos gépeket kellett cipelni, banktechnikai készülékeket, ilyen kisebb páncélszekrényeket szállítottam, ami volt, ami 100 kiló volt, ami 250 kiló, és ezeknek a mozgatásához erő kell. De ez csak a fizikai erő. Az, hogy mondjuk egy családnak a örömét, vagy a terhét, vagy mind a kettőt mindig hordozza az ember, az lehet, hogy erő kell. Sokszor mondják, amikor látnak együtt a feleségemmel, hogy hát ő egy vékony asszony, én pedig egy testesebb valaki vagyok, de hát én viccesen mindig mondom, hogy hát azokat a terheket, azokat mindig rám pakolódtak, és ő valahányszor ugye egy gyermeket várt, azt mindig le tudta rakni. Én meg ugye egy évben csak 12 hónap után ugyanonnan folytattam, ahol a decemberben csak befejeztem. Csak gyarapodik az ember. És mindig gyarapodik. Úgyhogy lélekben is, meg testben is. Azt gondolom, hogy ennek azért még a mélyére fogunk ásni ennek az erőnek, ugye, hogy ez azért szeretek erről beszélni, akár egy apaság kapcsán is, mert ma nagyon divatos arról beszélni, hogy a férfiak ne éljenek vissza az erejükkel, mert az erő az csak rosszat tehet, és csak uralkodásra való, meg minden, és hogy mennyi minden máshoz kell erő. Ugye például az egyik ilyen ritka erény, amit felhoznak, az a türelem. Azt mondják, külön, tehát felolok pár ilyent, ugye, hogy a türelem az egyik olyan dolog, amit elsőként sorolnak, vagy az elsők között sorolnak az ön jelölésébe, hogy az apaság 7 gyermekes családapaként, ugye ma, ha ezt mondom valakinek, akinek van 2, és állandóan el van fáradva, mert a munkahelyen sokat kell dolgozni, és otthon meg be kell vásárolni, és mert mindenki türelmetlen, ugye, hogy miből táplálkozik ez a türelem, és mit hoz a türelem?
Érdekes, hogy tehát azért egy nagy család az mindig van egy dinamika benne. Mindig van egy hangosság, csendesség, egy kis változatosság, és volt már így nyaralásnál, hogy azért elfogyott az embernek a türelme. És aztán érdekes módon a szomszédok mesélték, hogy hallották, hogy a feleségem megjegyezte, hogy annyi türelmed legyen, amennyi gyereked. Tehát, és valóban, tehát türelem kell hozzá, ahhoz, hogy a gyerekeket meghallgassuk, ahhoz, hogy valahogy hagyjuk őket kibontakozni. Tehát benne van az emberben az, hogy van egy saját elképzelés, hogy mit szeretne, hogy szeretni a gyerekeit. Aztán rájön, hogy jobb hagyni, hogy ők saját maguk kialakuljanak, azt, amik ők szeretnének lenni, azt segíteni, és akkor inkább mindig a mögött azt figyelve elősegíteni, ami, ahogy ők kialakulnak, abban megtalálják a saját identitásukat. Ugye? Igen, de az azért egy mindennapos kérdés is, ugye, és egy mindennapos, ott problémák vannak, összetűzések vannak, az ember is fáradtabb, és mégiscsak kell egy belső erő, amivel megtartja magát, hogy mikor, hogyan bánik az erejével, ugye, mi jön ki, mi marad bent, ugye, és hogy ez egy ilyen kezelendő dolog volt. Ők úgy értelmezték és úgy értékelték, hogy összességében azért ez a rész jól sikerült, igen, és hogy egy fontos erénynek tartották. Igen, hát mondjuk biztos, hogy sokat számít, hogy az embernek van hite. Tehát én Pannonhalmára jártam gimnáziumba, és ott a napot minden nap azzal az imával kezdtük, hogy mennyei atyánk, te bennünket a magad képére és hasonlatosságára alkottál. Irányítsd és szenteld meg erőfeszítéseinket, hogy minden tehetségünket kifejlesszük, hogy művédben munkatársaid lehessünk. És ezzel indítottuk mindig a napot. És itt is, tehát ez valahogy ugye az ember, amikor kinyitja a szemét, akkor valahogy ez rutinná válik szinte, hogy ezeket elmondja magában. És a gyerekek... Megágy az a napnak. Igen. Azért ez egy másfajta indítása a napnak, mint az, hogy na ma megint mit kell csinálni, ugye? Úgyhogy. Bocsánat. Tehát mondjuk a gyereknevelésnél itt az, hogy ugye a férfi dolgozik. Én elmentem reggel többnyire és estére vagy délután hazaérkeztem. Attól függ, mert a munkám olyan volt, hogy a ország legtávolabbi részébe is el kellett jutni. Tehát a gyereknevelésnek a nagy része így a feleségemre hárult. De amikor hazaértem, emlékszem, amik picik voltak, leheveredtem közéjük a szobába, a szőnyegre, és akkor én voltam a játszótér. Tehát ott mászkáltak rajtam, birkóztunk, játszottunk, építettünk, vagy pedig amikor még lehet, hogy kisebbek, vagy már nagyobbak voltak, és otthon tudtam lenni alvatási időben, akkor elővettem egy könyvet, Fekete Istvánnak valamelyik könyvét, és olvastam hangosan nekik. Tehát erre aludtak el. Tehát ebben, amikor tudtam, részt tudtam venni, hogy meséljek nekik, olvassak nekik, vagy pedig akkor tudtam velük együtt lenni, amikor vinni kellett őket valamilyen külön órára. Tehát a gyerekek szerencsére jártak néptáncra, jártak focizni, jártak zeneórákra, jártak kórusba, és hogyha ezeket az ember, amíg picik voltak, ugye addig kísérni kellett őket, vagy ha messzebb kellett vinni, akkor értelemszerűen, vagy ha hétvégi meccsekre, akkor megint csak, mit tudom, sőt, ott szurkolni, drukkolni kellett, úgyhogy ezek mind-mind... És közben mondjuk bennem nem volt meg az a fajta ambíció, hogy én most valami mást akarnék. Tehát, hogy én azon kívül, hogy van egy nagy családom, most valami komoly, tudományos vagy egyéb munkába kezdenék, tehát mindig nekem a család volt olyan értelemben az első, hogy a
egyéb munka dolgokat, ha lehetett, akkor hátrébb raktam, de nagyon sokszor meg a munka, tehát az a munka, amivel a családot el tudta tartani az ember, azt meg el kellett végezni. De ha jól értem, akkor ez nem egy nagyon fájdalmas lemondásokkal járó, hanem egy ilyen a maga természetességében kialakuló felelősségvállalás volt, vagy prioritás, mert ugye igen, van, aki azt mondja, hogy ő lemond valamiről, és egy kicsit fájt, de aztán megtérült ez a fájdalma, mert sokkal jobb volt később így dönteni. Vagy, tehát az ön esetében akkor ez hogyan alakult maga az, hogy tényleg a maga természetességében a család lett az egyik, vagy a fő termék végül is az életben? Hát első a család. Tehát a család a legfontosabb. A feleség, a gyerekek, illetve hát az e körül mozgó. Ugye, hogy nem volt nagy lemondás, akkor nem volt olyan, hogy óriási csábítás is el kellett dönteni, hanem ez egy ilyen lelki nyugalomban történt végig. Egy igen. Természetes igen. Úton történt végig. Igen. Az odafigyelést emelik még ki, hogy ezt érzi utólag, hogy odafigyelt akkor? Mert azt mondják, hogy az odafigyelés, hogy meghallgatta őket. Hát örülök, hogyha így érezték a gyerekeim. Mondjuk én nem vagyok egy bőbeszédű valaki, tehát inkább szeretek csendben figyelni, aztán lehet, hogy akkor szólalok meg, amikor a legkevésbé kellene, de összegyűjtöm azokat a gondolatokat, amiket fontosnak tartok, és összegyűjtöm azokat, amiket esetleg a nagy családban láttam, és szükséges lehet nekik elmondani. Úgyhogy... Örülök, mert nem állítom, hogy ezt meg lehet tanulni. Tehát aki nem olyan fajta, ugye, az nehéz megtanulni, de egy biztos, hogy azt meg lehet tanulni ebből, hogy a gyerekeknek milyen fontos visszajelezni, hogy ő nekik ez egy erény volt, hogy amit ők mondtak, az meg lett hallgatva. És előbb-utóbb valamiféle válaszba, vagy valami mondatba több dologra is választ kaptak, de a meghallgatás az biztos, hogy fontos lehet az ő életükben is. Ez csak ugye, mint apa, ilyen erény mondom. Ez viszont lehet, hogy nem volt bennem annyira tudatosan fölépített, hanem ösztönszerűen. Tehát örülök, hogyha a gyerekeim ezt érzékelték. Hogy most ezeket az erényeket azért járjuk körül, mert mondom, mindenkinek tanulás is egy kicsit, hogy mi az, amit később egy gyerek vissza fog igazolni, mert ugye nem biztos, hogy a gyerek akkor kell legjobban szeressen, mikor 14-15 éves dac korszakában van, inkább 25 év fölötti 90 éves koráig szeressen, az azért egy hosszabb idő, mikor már azt mondja, hogy hű, de jó volt, hogy akkor ekkor ezt csináltad. Említik a kitartást és a hűséget is, ugye 37-8. Éves házasok, igen. Ha jól tudom, és hogy a hűség maga, most nem is ez, hogy a megcsalásig fajulód, de úgy lélekben is az az erőhöz kapcsolódunk, amit az elején még beszéltünk, hogy az miből táplálkozik. És van nem csak az asszonyhoz, hanem az eszmékhez, az elvekhez, a hithez. Tehát ez biztos, hogy a hit az nagyon sokat számít. Miért? Ezt megkérdezem most. Hát mert ugye eleve egy teremtett lények vagyunk. És abból indulunk ki, hogy a Jóisten ugye előbb szeretett minket, mint mi léteztünk volna. És ebből a szeretetből jöttünk a világra. És ebben a teremtésben tulajdonképpen társai vagyunk, és a gyermekeink szintén egyfajta szeretetből jönnek a világra. Őket ugye ajándéknak tekintem, mint ahogy én is ajándéknak születtem, minden gyermekemet ajándéknak tekintettem, és tekintem a mai napig is, sőt, most már unokákat is, hát ez meg egy grátis ajándék, és
ebből kiindulva eleve az ember hálás a létezéséért, és hálás a gyermekei létezéséért. Tehát én számomra mindig, tehát önmagában az is csoda volt, hogy megismerkedtem a feleségemmel. Az is csoda volt, hogy gyermekeim születtek. Tehát az is csoda volt, hogy a testvéreimmel jó közösséget tudunk alkotni. Tehát ehhez egyfajta keretet is tud adni a hit, és meg is tartja az embert. Tehát nem csak a hit, hanem a hitnek a gyakorlása is. Tehát ebből, ahogy fölépítjük az életünket, és a római katolikus keresztényként építjük egymásra a napjainkat, és ennek megfelelően a ünnepkörök, a hétköznapok, a hétvégéknek a gyakorlata, tehát ezek mind-mind valahol számomra fontosak, és ennek a fontosságát a gyerekeimnek is sikerült átadni. Úgyhogy... És az egész apaságot, ha jól értem, az egész apaságot megtartó keret is ez, és az egész igen. Családot megtartó, és az embert önmagába, de az az első ugye megtartó keret. Igen, szokták mondani ugye, hogy a gyerekeknek az Isten képe, a mennyei atya képe, az nagyon sok befolyással van ennek a kialakulására, hogy milyen az apa képük. Tehát valahogy tehát én a mennyei atya szeretetét, azt próbáltam valahogy mindig közvetíteni feléjük, és ugyanezt éreztem én a szüleimtől. Nem külön-külön, hanem valahogy ők is, ugye mondtam, hogy egységben, és itt is, nálunk is talán az a jó, hogyha egységben érzik ezt a fajta szeretetet, amit a szüleiktől kapnak. Úgy érzem, hogy ez egy olyan fénysugár, amit az ember, tehát az ön filozófiáját így fordítom igen. Most le, amit megkap, és utána továbbadja, és megpróbálja lehetőleg élethűbben továbbadni azt, ami fénysugarat ő kap, és hogy ezt így van, utána mindenki tovább tudja. Tehát az ember fölülről kapja, és úgy azt de kötelessége nem torzítani, nem elfedni, hanem minél tisztábban továbbadni ezt a fénysugarat, ugye, tehát ez a igen, tehát küldetés ez lényege. Igyekszik az ember, és ehhez kell egy derű, kell egy humor, tehát és kell egy... A humor és a sárm, ezt is említik a fiai. Igen, hát most a sármot azt nem tudom, mert azt kívülről tudják megítélni. Mondjuk a humort szeretem én, és ugye humor nélkül nem lehet. Ez sokszor nem mindenki értékeli annyira, amikor próbál az ember viccelődni, de bizonyos helyzeteket, meg tényleg célszerű, kellő humorral kezelni. Tehát ha nehéz helyzet van, vagy bármi, akkor próbál az ember valahogy úgy segít túllépni a nehézségeken. Legtöbbször önmagunkon nevetünk végső soron, az a jó humor, nem? Amikor ugye, az ember felismeri. Így, vannak orvosbátyáim, meg édesapám is orvos volt, de hát ugye én meg elhisztam egy picikét. De viccesen mindig azt szoktam mondani, hogy az embert körülveszi az aurája. És amíg a fizikuma nem terjeszkedik az auráján kívülre, addig nincsen baj. Úgyhogy... És önnek biztos nagyobb az aurája, hát, úgyhogy ez igen, még teljesen... Teljesen rendben. De természetesen mondjuk ezt a megfelelő humorral érdemes csak kezelni. Így van. Mit üzen így végezetül mondjuk a most éppen leendő apukáknak, ugye vannak ilyen korú gyerekeik is, de nem az ő nekik, hanem így általában azok, akik sokan vívódnak, hogy ők egyáltalán fel vannak-e készülve, sokan nincsenek is felkészülve, sokan nem is tudják, hogy mit kezdjenek, hanem valami nő szorongatja bele, de mégis jó lenne, hogyha sikerülne, mindenkinek sikerülne jó apává válni, hogy mit lehet nekik mondani három mondatban? Tehát egyrészt én nagyon sokat tanulok a gyerekeimtől. Tehát ők sokkal tudatosabban készültek arra, hogy apák legyenek, egy családapák. Most a legfontosabb dolog, ugye ahhoz, hogy valaki apa legyen, hogy megtalálja a társát. Tehát ha
arra kell törekedni, hogy egyrészt olyan közösségbe járjon, kórus, néptánccsoport, vagy bármilyen olyan közösségbe, ahol hasonló értékrendű fiatalokkal tud megismerkedni, és akkor lehetőség van arra, hogy tényleg olyan ember találjon párjának, akivel el tud köteleződni. Ez nem már tisztázni, hogy legyen értékrendje magának. Igen. Is, ugye? Tehát el kell, és ha elköteleződött, az viszont egy egész életre szól. Ha elköteleződött, akkor utána a Jóisten a többit biztosítja a számára. Tehát lényeg az, hogy olyan párt találjon, akivel közösen tudnak egység lenni. Mert önmagában apa nem lehet senki, csak együtt. És ha jól értem, akkor az elköteleződés az csak végleges lehet, mert hanem nem elköteleződés, ugye, de ha ez végleges, akkor már csak a hogyan van és a problémáknak a megoldása marad hátra, de nem lesz a szétesésnek felé vezető út. Hát ha elköteleződött, akkor kész van. Akkor az, hogy mondjam, attól kezdve abban a keretrendszerben érdemes dolgozni. Nem az igen vagy nem, hanem az, hogy hogyan. Egymásért, hogyan, és itt viszont tehát a Jóisten nélkül nem megy. Tehát a hit és a Jóistenben való bizalommal együtt működik ez. Nagyon szépen köszönöm. Róna Széki Balázs apa kategóriában a 20-20-as év Gránytorosztán példakép díjasabb. Örülök, hogy beszélgethettünk, és másodon is megmutathattuk a Róna Széki Balázs. Köszönöm szépen. Köszönöm.